Sherry Martin a floridai Pensacola környékén a gyönyörű tengerparton nőtt fel. Lelkész lányaként mindig is hitt abban, hogy egyszer majd eljön az ő hercege. A 20 éveimben, amikor a barátnőim sorra kezdtek férhez menni, kezdtem elszomorodni, mert én nem nagyon randizgattam. Egy kicsit későn érő típus voltam, és ahogy telt múlt az idő, úgy éreztem, hogy Isten elment mellettem. Sherry ugyanakkor hitte, hogy egyszer majd férhez megy. Így továbbra is gyakorolta a hitét, és voltak találkozói, de egyik kapcsolat sem működött. Csak könyörögtem. Uram, kérlek, ne enged, hogy elkeseredjek. Ne engedd. Tovább várakoztam, és kerestem Istent. Van egy vers az Ézsaiás könyvében, nem neveznek többé elhagyatottnak, és a földet férhez adatik ezekbe kapaszkodtam. Ekkor a Sherry már a 40-es évei végén járt, és semmi sem volt kilátásban. A barátai azonban meghívták egy esküvőre, és megemlítettek neki egy szörföst. Akkor az aula kellős közepén ott állt ez a jóképű férfi öltönyben. Én meg biztosan ez az a srác, akiről a barátnőm beszélt. Oda köszöntem, hogy szia, és beruhantam a barátnőmhöz. Mond, hogy ő az. Azt mondja, igen. Másnap Ben és Sherry újra találkoztak a gyülekezetben. Amint vége lett az összejövetelnek, ez a jóképű srác odalépett hozzám és bemutatkozott. Szóval én is szemet szúrtam neki. Szerelem volt első látásra? Sherry nagyon tetszett. Az előbb próbálta elmondani, hogy akkoriban egy kicsit szét voltam csúszva. Sherry nem tudta, hogy Ben épp egy fájdalmas válláson volt túl. Ben pedig, aki szörföl és az óceán szerelmese, azt nem tudta, hogy Sherry fél a víztől. Én szeretek napozni, ő szeret szörfözni, el vagyunk. Azonban nem volt minden felhőtlen kettejük között. Pár hónapra külön is váltak útjaik. A szüleim is elváltak, és nem akartam, hogy ez az én életemben megismétlődjön. El kellett elnie egy időnek, ahhoz, hogy rájöjjek, az első házasságomat már nem lehet helyreállítani. Megmondtam neki, csak én lehetek egyedül. Nem akarok másodhegedős lenni. Tudnom kell, hogy a szíved teljesen az enyém. Mire azt mondta, te vagy az egyetlen. Veled akarom leélni az életem. Az, hogy végre valaki azt mondta, téged választalak fantasztikus volt. Aztán 2012 nyarán, közel két éves ismerkedés után Sherry az 50. születésnapja megünneplésére készült. Nem néztünk gyűrűket, nem beszéltünk a házasságról, semmi, de hogy közeledett a szülinapom, megkérdezte, hogy mit szeretnék csinálni. Azt válaszoltam, sétálni naplementekor a tengerparton. Ezt még sohasem csináltuk. Ahogy lesétáltunk a partra, az egyik oldalon egy esküvő volt, és a másik oldalon is épp egy esküvő. Nem vicc. Akkor megkérdezte, hogy gondolkodtam-e már azon, hogy milyen lenne egy esküvő a tengerparton. Sherry 50. születésnapján ott a tengerparton valót neki szerelmet a nála 9 évvel fiatalabb Ben. Kitártam előtte a szívem. Elmondtam, hogy vele akarom leélni az életem, és megkérdeztem, hogy ő is szeretné-e ugyanezt. Igen, mondott, én pedig megpróbáltam kihalászni a zsebemből a gyűrűt. Sherry szerint a korkülönbség nem számít. Nem is tudom, az úr ezt valahogy elvette. Az emberek mindig mondják, hogy nem látszik a korkülönbség köztünk. Sherry és ben 2012. június 2-án jegyezték el egymást, öt hónappal későbbre pedig kitűzték az esküvőt. Végül elérkezett november harmadika. Csodálatos, fantasztikus nap volt. Nagyon hálás voltam Istennek. Kibéreltünk egy házat a tengernél. Eljöttek a rokonaink. Az esküvőre a parton került sor. Sherry szerint az ő története is bizonyíték arra, hogy amikor Isten ad egy ígéretet, ő hűségesen betölti, még ha kell is rá várni. Bátran kérj Istentől, és ha ő ígért valamit, ragaszkodja hoz az ígérethez, mert Isten hűséges. Isten egy nagyszerű társat adott Sherry személyében, pont olyat, amilyet szerettem volna. A szívem biztonságban van vele, akkor pedig csak egy szám. Seri ragyogó nő és gyönyörű. Isten jó. Megnyerte a jót, aki talált feleséget.